törvénytelennek tekinti a megalakuló kormányt Gyurcsány Ferenc. A demokratikus koalíció elnöke szerint a kormánypártok háborút folytatnak Magyarország ellen. A DK nem is vett részt a miniszterelnök választáson, mint ahogy a Jobbik sem. A Párbeszéd Orbán Viktor beszéde előtt kivonult az országgyűlésből, hozzájuk hasonlóan a Momentum és a Mi Hazánk is nemmel szavazott. Mi a megalakuló kormányt törvénytlennek tekintjük. Ismertette a kormányhoz való viszonyulását Gyurcsány Ferenc. A korábbi miniszterelnök nem csak törvénytelennek, hanem végletesen erkölcstelennek is nevezte a kormánypártokat. Szerinte a Fidesz-KDNP háborút folytat az ország ellen. Önök az elmúlt 12 évben tönkretették hazánkat. Ma indulat, szemfényvesztés és bezárkodás uralkodik ott, ahol egymásra vigyázó, okos, nyitott, elfogadó nemzeti közösség is élhetné mindennapjait. Frakcióvezető úr, az, hogy nem szakítottam félbe és nem vettem el öntől a szót, az ne tévessze meg a tekintetben, hogy azt higgye, hogy önnek van joga törvénytelennek nyilvánítani egy demokratikusan megválasztott kormányt. Kövér László ezután még hozzátette. Utoljára nevezhette az országgyűlésben törvénytelennek a kormányt a volt miniszterelnök. Különösen nincsen erkölcsi alapja sem, miután ön szándékosan a polgárháború szélére juttatta Magyarországot. Ezután a DK-s képviselők kivonultak az ülésteremből, és az eskütételre sem tértek vissza. A DK-hoz hasonlóan a Jobbik sem vett részt a beiktatási ceremónián. Jaka Péter Facebook oldalán azt írta, hülyeségekről nem szavaznak, és helyette a párt az áfamentes élelmiszerekről adott be egy törvényjavaslatot. A Párbeszéd frakciója nemmel szavazott Orbán Viktor megválasztására, majd a szavazás követően kivonult az országgyűlésből. Milyen antidemokratikusnak tartjuk azt, hogy a választás előtt, amikor programot kellett volna hirdetni, akkor semmit nem osztott meg a magyar emberekkel azzal kapcsolatban, hogy milyen jövőt szán ennek az országnak, és most, másfél hónappal a választás után veszi csak a fáradtságot arra, hogy valamiféle programot hirdessen. A Mi Hazánk végig ott volt a miniszterelnökké választás ceremóniáján, de nemmel szavaztak Orbán Viktor jelölésére. Ennek az az egyszerű oka, hogy az elmúlt 12 esztendőben elsősorban látszat intézkedéseket láttunk a kormánytól. Mi annak tartjuk például az árstoppot is. A Momentum elnöke, Fekete Győr András már korábban jelezte, hogy pártjuk nemmel fog szavazni Orbán Viktor megválasztásakor, mert egy becsületesebb és felelősebb kormányt szeretnének a nemzetérén látni.